Egyik legkedvesebb lelke szemtanított, Amir, a boldogság és az öröm lefordítható oly sokféle módon, de a szenvedés csak egyféleképpen. Szenvedés az egyetlen nyelv, amelyet mindenki megért. És sajnos ez az egyetlen dolog, ami igazán visszahoz minket a pályára. Izraelben van egy kifejezésünk, hogy vissza kell térnünk a válasszal. Nagyon érdekes, nem csak válasz a csúvájsz, hanem vissza kell térni. Lassú, csodálatos, gyere vissza, és tér vissza hozzám, mondja. És akkor visszatérek hozzád. Itt vagyok, Isten közel van, mindazok, akik imádják őt szellemben és igazságban. Máté 23, nézd, mit mond. Jézus Jeruzsálem városát nézi. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzáküldettem. Milyen gyakran akartam összegyűjteni gyerekeidet együvé, ahogy a tyúk a szárnyai alá gyűjtötte fiúkáit, de te nem voltál hajlandó, lásd, házad elhagyatott lesz, mert mondom néktek többé, nem láttok engem. Amíg azt nem mondod, áldott, aki jön az Úr nevében. Azt mondja, nézd, te szenvedsz a saját következményeitől, és nem fogsz látni, amíg te vissza nem térsz. Visszajössz, és megkérsz, hogy jöjjek, és jövök, mert ha te visszajössz hozzám, én visszajövök hozzád.